Megtelt a Pécsi Nagy Lajos Gimnázium tornaterme, középiskolások ismerkedtek itt azokkal a felsőoktatási intézményekkel, ahol tovább tanulhatnak az érettségi után. Ebben a részben pedig azokkal a cégekkel, iskolákkal, ahol a szakmatanulásban nyújtanak segítséget. Ma már az egyetem mellett sem lehetetlen a gyakorlati szakmai tudás megszerzése a duális képzésben, mondta a pénteki megnyitón a helyi iparkamara titkára. Pécsen is a műszaki karon, most már a közgázon, egész jó számokkal, nagyon jó cégekkel, tehát az egyetemen tanuló fiatalok is, ha a duális képzésre jelentkezik, akkor tanulja az elméletet az egyetemi padokban felkészült professzoroktól, és utána ezt a tudást fogja elsajátítani konkrétan, gyakorlatban, egy valós céges körülmény és szituációban. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy gépészmérnök, az bele fog látni a PLC programozásba, a cégnél lehet, hogy hegeszteni is fog. A szakmát tanulni érdemes, mert meg lehet élni belőle, mondja a főtitkár. Bárki, akit nem vesznek fel az egyetemre, vagy hogyha az egyetemi tanulmányai mellett van ideje, módja, akkor válasszon szakképzést, tanuljon egy szakmát. És ugye erről talán majd a szakképzési centrum vezetői fognak tudni nyilatkozni. Két szakmát ingyen meg lehet tanulni ma Magyarországon. Tehát valaki beül az iskolapadba, úgyis élethosszig tartó tanulás van, és ugye ezek nem üres szavak, akkor válasszon. Válasszon egy szoftverest, meg válasszon valamit, amit a kezével kell csinálni. A szakmai oklevél megszerzése később jól jöhet a továbbtanulásnál, hiszen pluszpontokat jelent a felvételin, így növelve a fiatal szakemberek esélyeit. Ebből is látszik, hogy már nem igaz az a kijelentés, hogy a szakmatanulásból nem vezet út a felsőoktatásba. Sőt, a szakmai végzettség kifejezett előnyt jelent ma már, mondják az iparkamaránál. Ezt az üzenetet szeretnék átadni a pályaválasztási rendezvényeken is a középiskolásoknak.